Szinte nincs olyan hét, hogy ne születne kicsinye a nyíregyházi állatpark valamelyik lakójának. A zoo a megye egyik leglátogatottabb turisztikai attrakciója. Aki Nyíregyházára érkezik, ide biztosan eljön. A megye székhelye egyébként rengeteg fiatal turistát vonz, nagyobb arányban férfiakat, a vendégészakák számát tekintve pedig az első 20 település között volt tavaly. Ezek a Magyar Turisztikai Ügynökség adataiból derülnek ki, ahogy az is, hogy a belváros látogatottságán lenne még mit javítani. Tavaly nagyon erős volt a belföldi turizmus, sokan nem mertek még külföldre utazni. Azóta a koronavírus járvány újabb két hullámán vagyunk túl, most a harmadik lecsengésével pedig ismét éledezik a turizmus. Hazánk másfél-két hónappal az európai versenytársak előtt jár a szektor újraindítása terén, hangzott el az MTÜ csütörtöki sóstói sajtótájékoztatóján. Ezt azelőtt a szakmai fórum előtt tartották, amelyen turisztikai vállalkozókkal egyeztettek, hogy megtudják, mit tud tenni a kormány annak érdekében, hogy az újraindítás gyors, hatékony és sikeres legyen, és egy év alatt újra elérjék a 2019-es számokat. A hosszabb távú tervekről az ügynökség vezetője beszélt televíziónak. 2030-ig az volt a célunk, és maradt továbbra is, hogy 20 millió vendéget hívjunk, lássunk vendégül Magyarországon, 50 millió vendégészakát töltsenek el nálunk, legyen Magyarország vezető turisztikai térség. Ilyen van minden cél, az a jobb, hogyha még gyorsabban korábban tudjuk teljesíteni ezt a magunkra kitűzött célt. A szakember a 2030-ig szóló turizmusfejlesztési stratégia irányairól is beszámolt az eseményen. Folyamatban van a szálláshelyek egységes minősítésének kialakítása, emellett a strandok fejlesztése is kiemelt cél. Ötödik éve zajlik már Magyarország szabadvízi strandjának a fejlesztése, kb. 100 strandot fejlesztünk évente folyamatosan 3 milliárd forint per éves keretösszegből, tehát több mint 10 milliárd forintot költött már a kormányzat arra, hogy a magyarországi strandok európai színvonalúvá tudjanak válni, vizes blokkok, vízbetási lehetőség fejlesztése, füvesítés, wifi. Egy újabb szakaszába érkezik a program, nem sokára kiírjuk a pályázati felhívást, megjelentetjük. Akadálymentes turizmus lesz a fókuszában, de minden strandnak lehetősége lesz az alapinfrastruktúráját továbbfejleszteni. A megye székhelyén a közelmúltban megvalósult és jelenleg zajló turisztikai beruházásokról Nyíregyháza polgármestere számolt be. Sóstó kapcsán kiemelte a fürdő és az állatpark fejlesztéseit, valamint a múzeum falu felújítását. Utóbbiban idén már számos gasztronómia és más programot is megrendeznének. A belvárosban pedig folyamatosan bővül a kulturális negyed, és hamarosan indul a múzeum fejlesztése, miközben a Bújtosi Városliget tovább szépítése is a tervek között szerepel. A szálláshelyeket is említenem kell, hiszen ebben volt a legnagyobb elmaradásunk, azt gondolom. Ugye megépült két nagyon színvonalas négycsillagos hotel, itt a Pangeol vagyunk, és a Hungest, egy 123 szobás, ami nagyon-nagyon kellett, és a mostani, kérdeztem a vezetőket, a e-havi júniusi kihasználtság egy 80% fölött van, én azt gondolom, ez nagyon biztató, és ugyanakkor vissza is igazolja mindazt, ami történt. Szálláshelyfejlesztés terén mintegy 14 ezer beruházás zajlik az országban a Kisfaludi program keretében, ennek döntő része idén és jövőre befejeződik. A megyében 378 projekt részesül több mint 30 milliárd forint támogatásban. Idehaza mintegy 400 ezer embernek ad megjelhetést az idegenforgalom. Számukra fontos, hogy minél gyorsabban újrainduljon a turizmus.